A regionális atlétikai központ kialakításának szükségessége már Székesfehérvár polgármestere dr. Cserpalkovics András és Orbán Viktor miniszterelnök korábbi személyes megbeszélésén is szóba került. A város teljes egészében megkapja a magyar államtól. A most hivatalossá váló kormányhatározatnak köszönhetően szeptemberben már az építkezés is megkezdődhet. A Bregyóközi Sportcentrumon megvalósuló fejlesztéshez 369 millió forintot biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportalapja. Ahogy dr. Cserpalkovics András fogalmazott, reményei szerint ez még csak az első lépés lesz a sportcentrum felújításában. Mi egy olyan fejlesztéssel, illetve annak támogatásával kerestük meg a kormányt, amelyik egy kétütemű fejlesztéssel egy részét 2012-ben, egy részét 2013-ban javasolja megvalósítani. Ebből a 2012-es támogatást a város megkapta. Én bízom benne, hogy amiközben épül az első ütem, azonban pozitív híreket kapunk majd a jövő évi támogatásról is, és ebben az esetben valóban körülbelül egy év alatt egy teljes felújítást és fejlesztést és beruházást fog tudni kapni ez a terület. A regionális atlétikai központban egy a nemzetközi versenyszabályoknak megfelelő futó, illetve dobópálya mellett 6 öltöző, lelátók, kiszolgáló és technikai helységek is helyet kapnak. Ráadásul egy téli futófolyosó és egy rúdugró csarnok is kialakításra kerül. A felújítás terveit a Városgondnokság készíti el, kikérve a Magyar Atlétikai Szövetség és az Alba Régi Atlétikai Klub véleményét. A tervek szerint a mostani pálya fekvése változni fog, a 10-15 fokos elforgatást az atléták kérték. A versenyszámokat befolyásolja a keresztirányú szél a pályákon, ezért úgy terveztük, hogy ideális legyen a körülmény ennek. Az első ütem várhatóan még idén befejeződik, a regionális atlétikai centrum az élsport mellett, a tömeg és szabadidősport előtt is nyitva áll majd, vagyis a sportolni vágyó székesfehérvári lakosok is használhatják a Bregyó megújuló futópályáját.